Félelmetes a hatalmas kihalt város, ezt mondta híradónknak egy a koronavírus miatt lezárt kínai városban élő magyar férfi. Keresztes Zoltán és családja hetekre elegendő élelmiszerrel várja a fejleményeket, még a kutyájukat sem merik levinni sétálni. Közben újabb magyar állampolgár jelentkezett a fertőzött kínai tartományból, vele együtt már 7 magyarról tudnak. Néhány hete még ilyen nyüzsgő metropolisz volt a kínai Wuhan. A hatalmas kínai városban több mint 11 millióan élnek. Napok óta viszont már ilyen képek érkeznek. Wuhan igazi szellemvárossá vált, az emberek nem mernek kimozdulni az otthonaikból. Keresztes Zoltán magyar zeneszerző már 5,5 éve él a városban. Családjával ők sem mernek kimenni az utcára, kutyájukat is csak az erkélyre engedik ki. Ez teljesen filmes kép. Tehát én korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen élményem lesz. Elképesztő félelmetes, tehát az, hogy egy ilyen hatalmas, kihalt város, teljesen üres utcák, amik normálisan nagyon zsúfoltak, és hát már a kínaiak azok ugye, mint a hangyák, azok úgy élnek. Azt mondja, a helyiek nagyon fegyelmezettek, nem lehet látni a katonaságot és a rendőrséget sem. A tévében folyamatosan figyelmeztetések mennek, hogy milyen higiéniai intézkedéseket tegyenek az emberek. Minden iskola, hivatal, színház, pláza zárva van. Felhalmoztunk élelmiszert egy ilyen jó pár hétre, 4-6 hétre, remélem, hogy elég lesz, hogyha esetleg annyira rossz lesz a szituáció, hogy nem lesz étel elérhető. De a jó hír az, hogy most tegnap kinyitották a pár nagy ilyen élelmiszer lerakatot. A külügyminisztérium továbbra sem tud magyar betegről, viszont megkeresésünkre azt írták, jelentkezett egy újabb magyar állampolgár a fertőzött kínai tartományból. Vele együtt már 7 kint élő magyarról tudnak, a nagykövetség kapcsolatban áll mindannyiukkal. Itthon délelőtti sajtóhírek még arról szóltak, hogy a győri kórházban kezelnek egy koronavírus gyanús beteget. A kórház azonban híradónknak cáfolta az ezzel kapcsolatos információkat. Közleményük szerint légúti hurutos tünetekkel valóban bekerült a fertőző osztályra egy beteg, de a tesztek negatívak lettek, kiderült a férfi influenzás. Budapesten közben a koronavírus terjedése miatt elhalasztanak egy kínai fesztivált. A szervezők a Chinatown Budapest és a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület a hétvégére tervezett kínai tavaszünnepet mondta le.